Varga Béla tűzoltó dandártábornok köszöntötte a lépcsőfutó verseny résztvevőit péntek reggel a Bánki Donát műszaki középiskolában. Úgy fogalmazott, a tűzoltók általában versengő típusúak, ezért jönnek el évről évre a versenyre, hogy összemérjék tudásukat és gyorsaságukat. Az időjárás nem kedvezett a pénteki megmérettetésnek, így egy kis csúszással ugyan, de 10 óra előtt elkezdődött a futás. 1, 2, 3! A versenyzőkre 191 lépcsőfok és a mintegy 25 kg-nyi felszerelés várt. Teljes légzésvédelemben, mászővel a derekukon, két darab tömlővel a vállukon kellett felfutniuk a legfelső emeletre. Az egyik induló tavaly az országos lépcsőfutó bajnokságon mindössze 6 perc, 59 másodperc alatt teljesítette a távot. A főváros legmagasabb épületében a rajtól a célig 34 emeletet, összesen 754 lépcsőfokot kellett megtenniük a versenyzőknek, ami függőlegesen 133,5 méteres távolságot jelent. Már több alkalommal is részt vettem ilyen lépcsőfutó versenyeken. Igazából számomra ez egy kihívás. Nagyon szeretem a tűzoltó sportot, illetve a lépcsőfutást is. Tavaly éven 2023-ban az országos lépcsőfutó versenyen a MOL székházban második helyezést értünk el. Ebből nyilván mindig merítkezik az ember, és szeretne még jobbat, még többet. Hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltókat szólított meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Végül 8 csapat és 9 egyéni versenyző vett részt a nyíregyházi megmérettetésen. Nem csak szakmai, hanem általános társadalmi elvárás a tűzoltók felé, hogy megfelelő fizikai állapotban legyenek. Mi is ezt szorgalmazzuk. Tehát a napi kiképzések során is vannak különböző sportfoglalkozásaink. De nagyon fontos az, hogyha szükség van, akkor ezt a fizikumot, amelyet ők rendelkeznek, akkor vessék be. A verseny jó gyakorlat a tűzoltók számára, miután nagyon kevés épület rendelkezik olyan lifttel, ami tűz esetén is használható. Baj esetén az első dolog a feszültségmentesítés, így az egyenruhásoknak gyalog kell feljutniuk a többszintes épületekbe, amiből Nyíregyházán és a Vármegyében is számtalan található. A legjobban teljesítők pénteken megszerezték az országos lépcsőfutó versenyen való részvételi jogot is.